tisztelt országgyűlés, nem túlzás azt állítani, hogy a magyar szuverenitásra napjainkban a legnagyobb veszélyt talán a WHO jelenti, és az, amelyet a WHO, a pandémia szerződés és az ehhez kapcsolódó dokumentumok elfogadásával részben már megtett, illetve amelyre a májusi közgyűlés, genfi közgyűlés során készül. Fontos azt is látni, hogy kicsoda a WHO főigazgatója, mert ahogy szokták mondani, fejétől bűzlik a hal, és ahogy láttuk a Covid időszakában milyen brutális, sokszor értelmetlen lezárásokat eszközöltek, illetve hogy hogyan hazudtak az oltóanyagokról, a vakcinák hatásairól, éppen mai hír, hogy a brit gyógyszerfelügyelet megállapította a Pfizer vakcinájáról is, hogy az oltóanyagnak a hatásosságáról hazudtak, és ezért meg is büntették a Pfizer. Tehát ezeket a lezárásokat, amelyeket gyakorlatilag gomnyomásra eszközöltek az egész világon, a WHO-nak a főigazgatója vezetésével vezényelték le, Tedros Ghebreyesus-éval, aki egy etióp marxista terrorista, egy olyan marxista terrorszervezetnek volt a harmadik embere, amelyet egyébként az Egyesült Államokban hivatalosan is terrorszervezetté minősítettek, és ez a férfi azért állt nemzetközi bíróság előtt, illetve még ez az eljárás nem zajlott le, nem végződött, mert azzal vádolják, hogy a saját hazájában orvosi eszközökkel például tömegesen terméketlenné tett embereket. Szégyen, hogy egy ilyen ember egyáltalán egy ilyen súlyú szervezetnek a vezetője lehet. Az pedig még nagyobb szégyen ránk magyarokra nézve, hogy Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter rendre a barátjának nevezi ezt az etióp marxista terroristát, sőt szolgalelkűségéről tanúbizonyságot téve rendre azt mondja, hogy minden egyes esetben a WHO előírásainak megfelelően fogunk eljárni, szó szerint ezt mondta Szijjártó Péter, még akkor is, amikor nem is ismerte a tartalmát annak, hogy mik lesznek a WHO-nak az előírásai. A brit miniszterelnök beszélt arról a Covid időszakának lezárása után, hogy Nagy-Britanniában például úgy hozták meg az iskolák bezárásáról szóló intézkedést, hogy ők megkapták azokat a tanulmányokat, amelyek azt támasztották alá, hogy ez nem is csökkenti a Covid-nak a terjedését, mégis bezárták, és maga a miniszterelnök mondta el, aki akkor még miniszter volt, hogy nem volt szabad nekik erről beszélni. De emlékezhetünk Magyarországon Gulyás Gergelyre, vagy magára Orbán Viktorra, hiszen Gulyás Gergely egy kormányinfón azt mondta, hogy tudjuk, hogy akiket beoltanak, azok nem kaphatják el a vírust, és nem is adhatják tovább. Ennek szellemében voltak meg Magyarországon több millió embert a munkahelyének az elvesztésével, illetve tettek másodrendű állampolgárrá olyan embereket, akik nem oltatták be magukat ezzel a vakcinával, amelyről kiderült, hogy hazudtak. Maga Orbán Viktor is azt mondta, hogy ez egy golyóálló mellény, lepattan róla a vírus, és aztán kiderült később, hogy ez egyáltalán nincs így. Akiket beoltottak, azok is ugyanúgy megfertőzöttek a vírussal, tehát az egész WHO, amelynek azért ne feledkezzünk meg róla, a legnagyobb finanszírozói között vannak azok az óriás big pharma cégek, amelyek elképesztő összegeket kaszáltak ezen a lezáráson, illetve a vakcina bizniszen is, miközben a kisembereknek az életét pedig megnyomorították. Hogyha csak a gazdasági vetületeit nézzük a Covid időszakának, akkor azt mondhatjuk el, hogy a gazdagok még gazdagabbak lettek, a szegények pedig még szegényebbek lettek, tehát ismét egy olyan folyamat zajlott le, amely a világszerte is, és egyébként Magyarországon is a társadalmi különbségeket, a vagyoni különbségeket növelte meg. Nem kerülhető meg az Európai Bizottság elnökének a felelőssége sem, aki, mint kiderült, korrupt módon SMS-ben bonyolította le eurómilliárdos nagyságrendben ezeknek a vakcináknak a beszerzését. Nyilvánvalóan semmiféle tudományos meggyőződés, semmiféle méltányossági szempont, vagy az emberek egészsége iránti aggódás nem állt mögötte, kizárólag a pénz, a korrupció, és mégis a helyén maradhatott Ursula von der Leyen, aki egyébként nem is kerülhetett volna ebbe a székbe, hogyha a Fidesznek az európai parlamenti képviselői nem szavazzák meg azt, hogy ő legyen az Európai Bizottságnak az elnöke.
A mi olvasatunkban ez a javaslat is, ami előttünk fekszik, igenis csökkenti a kormányoknak a lehetőségeit, és a WHO-ét pedig erősíti azzal, hogy határidőket szűkít az észrevételekkel kapcsolatban. Tehát igenis egy újabb, bár e tekintet ebben a vonatkozásban ténylegesen kis léptékű, de ismét a magyar szuverenitásnak a csökkentése zajlik le, tehát ezért sem tudjuk ezt támogatni. A WHO-nak az egyik dokumentumában szerepel először a világkormányzás kifejezés, amely ezt készíti elő, éppen azokra a potenciális járványokra hivatkozva, amelyekről az előző felszólalásban is hallhattunk. Valóban gyakorlatilag ezeknek csak az időpontja a kérdés, és a WHO olyan jogosítványokat von, vagy tervez magához vonni a májusban elfogadandó pandémia szerződéssel részben, amelyek nemzetállami hatáskörbe tartoznak. Én arra kérem államtitkár urat, hogy nyilatkozzon arról, hogy a WHO 77. közgyűlésén, amelyre május végén fog sor kerülni, a magyar kormány támogatni fogja-e a pandémia szerződésnek az elfogadását, mert a mi olvasatunkban ez rendkívül erőteljes szuverenitási problémákat vet fel Magyarországgal kapcsolatban, és ezt nem szabad támogatnia a kormánynak. Köszönöm a figyelmet!